2015 óta minden nevelési évben megrendezésre kerül a tehetségnap. A mai témája a digitális kompetenciák fejlesztési lehetőségei a tehetséggondozásban. A mai 21. században szinte mindenhol találkozunk a digitális eszközökkel, és nekünk óvodapedagógusoknak nagy a felelősségünk, hogy észszerű határokon belül tanítsuk meg a gyermekeket ezeknek az eszközöknek a használatára, és a mai nap kolléganőktől, óvodapedagógus kolléganőktől, tanítónőktől fogjuk megtudni, hogy ők milyen jó gyakorlatot dolgoztak ki a digitális kompetenciák fejlesztése területén. A karcagiak mellé vidékről is érkeznek a szakemberek. A szolnoki városi óvodák két óvodapedagógus kolléganője, illetve igazgatóasszonya fog előadást tartani, illetve ugye a mi óvodapedagógus kolléganőink, akik tehetséggondozó műhelyeket vezetnek, illetve tanárokat, tanítókat hívtunk meg a Kovács Mihály Általános Iskolából, illetve a Nagykun Református Általános Iskolából. Nagy a felelőssége az óvónőknek, tanítóknak abban, hogy a gyerekek okosan, keretek között használják az okos eszközöket. A szülőknek a figyelmét szoktuk felhívni, hogy gyermekeiknek ne adják oda, vagy csak mértékkel adják oda az okostelefont. Ez úgy gondolom, hogy a mai világban kizárhatatlan dolog, de ha felhívjuk a szülők figyelmét, illetve olyan lehetőségeket, játékokat ajánlunk, digitális játékokat, amiket otthon játszhatnak a gyermekek, mert az az ő életkori egyéni sajátosságukhoz igazodó, akkor úgy gondolom, hogy megtettük azt, amit megtehetjük, hogy határokon belül alkalmazzák ezeket, és találkozzanak a gyermekek a digitális eszközökkel. Ma a tehetséggondozó műhelyek jó gyakorlatait mutatják be, de aki nem tudott eljönni, az máskor is megnézheti ezt az óvodákban. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Napok keretén belül a Szimóvodában volt most egy olyan külső világ tevékeny megismerésével kapcsolatos tehetséggondozó műhely bemutatása, ahol kimondottan a kis okos tablet ott volt és része volt a tehetségműhely bemutató foglalkozásának, és ott remek lehetőséget láttunk arra, hogy az óvodapedagógus segítségével hogyan alkalmazzák a gyermekek a tabletet, és hogy milyen játékok, a környezet tudatos játékok jelennek meg, és az EON-nak volt egy olyan oldala, ahol remek játékokat játszhattak a gyermekek, és természetesen, hogy le is tudják magukat ellenőrizni az óvodapedagógus segítségével, hogy hogyan oldották meg a feladatot, úgyhogy akár oda is mehetnek, de minden óvodában megjelennek a tabletek, hiszen a Nemzeti Tehetségprogram pályázat keretén belül tehetséggondozó műhelyeink pályáznak, és ott az eszközfejlesztésben ugye lehetőség nyílik, és mi élünk is ezzel a lehetőséggel, hogy fejlesztjük a digitális eszközünknek a tárát. Az óvodai foglalkozások mellett a tanórai keretek közötti digitális eszközhasználatot is bemutatják ma. Nagyon fontosnak tartjuk ugye a kapcsolatot, a jó együttműködést térségünkben, az iskolákkal, az óvodákkal, és ez visszafelé is működik, hiszen az általános iskolák visszajönnek az óvodában a tanuló gyermekek, és megmutatják az óvodás gyermekeinknek, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy nagyon jó partner kapcsolatunk van.